Ez itt egy parking zóna. Ilyen mondtam. Így, ez egy parking zóna. És akkor itt vagyunk. Ez itt a pier. Meg itt az ilyen kis mini golf rész. Nem tudom, mennyire látszik. Megpróbálom valamennyire kivehetően lekamerázni nektek. És akkor a tengerpart. Gyönyörű. Imádom, imádom. Nagyon szép. Hú, arra pedig az a óriás kerék, de hát ez nem olyan óriás kerék, hogy hú, de nagyon óriás lenne. Arra felé pedig az Old Harry Rock van. Na. Remélem minden jó. Menjünk tovább Puliba. Hosszú lesz a videó. Túrának is belefér sétába. Ilyen jó 17 km oda, 7 vissza, 14 km. After you wait. Enjoy your coffee. Ilyen kis közvetlen vagyok. Ilyen kis biciklis. Ott van, már fürdenek is a tengerbe. Már fürdenek is. Majd kipróbálom ott is a kamerát a vízbe. De jó. Ez az élet, gyerekek. Várunk egy csöket. Tengerpart. Tengerpart. Homok. Félmesszel emberek. Élvezzük a napsütést. És élvezni kell, mert azért Angliában elég csapadékos az időjárás. Sokat esik. Főleg London, én ott lakok és rengeteget esik, akkor jó idő van, próbálok kimenni, valami szabad tevékenységet végezni, tudjak D-vitamint pótolni egy kis napozással, mert bizony én tablettát nem akarok bevenni. Akkor ez itt vége a sétány, meg a biciklis út. Amúgy van egy időszak, amikor ki vannak tiltva a biciklik, meg ezek az elektromos scooterek, hát most én ezzel az elektromos scooterrel mehetek, mert ez a cég kibérelte úgymond ezt a helyet, ez itt szabad. Igen, megvan 10 órától, reggel 10-től este 6-ig nem szabad biciklizni itt. De 6 után már nyugodtan lehet. Úgyhogy majd keresünk valami mások úton. Amúgy lélegzet elállító a látvány. Imádom. Nagyon jó napsütés. Érzem, hogy melegszik fel a pólóm, a hátam, egy fekete pólót viselek. Ezt még a bátyámtól kaptam annak idején, Krisztiántól. Ez egy dripbajnokságos póló, nagyon szeretem. Magyar feliratos, szóval úgy van rá jó, hogy dripbajnokság magyarul. It's fascinating this view. It's fascinating. Kikocog már ilyen korán reggel. Ilyen szép. Jó is teszi. És oda figyeljetek. A másik. Az az ember ott edz. Kihozta az eszközöket a tengerpartra, és most csinálja. Gyönyörű. Az ilyen tengerparti helyeken nagyon sokan edzenek. Már mondjuk nekem nagyon rá van állva a szemem. Oxfordba is, meg Cambridgebe is, mikor voltam. Azt hiszem, hogy hanyan futnak. Egyetemista városok. Nagy egyetemekkel. Persze, hogy sportolnak. Sport az egy nagyon jó aktivitás. Bármi, amit csinálsz, ami megmozgat. És most nem a sakra gondoltam, meg a számítógépre. Ahol a pulzus számod megemelkedik, vagy olyan fizikai munkát végzel, ami hatással van a testedre, szerintem jó. Persze nem mindegy, hogy milyen hatással van, azért ne legyen az ember rokkant, de az egészséges edzés az szerintem kell.
egy héten kétszer, háromszor, de hogyha egy héten csak egyszer tudsz elvenni egy 10 percre, már az is nagyon sokat tud segíteni. Napi kocogás, olvasás. Hát így nagyon jó, gyerekek. Így szinte eszméletlen ez a sebesség. Jó is, haladok is vele, nem úgy, mint mikor sétáltam. Aztán találnom kell egy másik útvonalat, mert ez már nem lesz jó. Visszafelé. Ott egy idős bácsi éppen padon ül, élvezi a jó időt, nézi a tengert. Olyan jó hallani ezeket a kicsi, ez most kicsi lágy hullámzások. Nagyon szép. Nagyon jó. Na, ott van a kis csajszi. Nem is olyan kicsi. Jó, mi? Hi, your shoes is off. Ah, okay. Just don't fall down. Mondtam már neki, ki van a cipőfűzője, amúgy nem tudom, hogy kell mondani angolul, én azt mondtam, hogy your shoes is off. Meg is állt szegényként, mert nehogy már essen. Akkor ilyen szétnő, az majd arcra esik, de meg szegényként nem fog kijönni, nem tudunk élvezkedni a látványba. Ezt szeretem, gyönyörű női testeket. Gyönyörűek, mint. És most már kezdem kapvizsgálni, hogy miért szeretek én a tengerparton lenni. Hát, adja Isten, öreg legyek úgy, mint a zseniális teknős a Dragon Ballból, és akkor a tengerparton töltessem az időmet. Jaj, Istenem, de jó lenne. Aha. Na, a barátom itt dolgozik. Ez egy olasz étterem. Nagyon szép. Vesuvio. Akarjuk ott hozzá. Olyan szép parkok vannak, hogy fú, ez méletlen. Csak ma oda nem akarok bemenni. Jaj, de jó. Tehát így nagyon gyorsak vagyunk ezzel a eszközzel. És olyan jó. És mondok nektek egy jó roma viccet. Mondja, hát te roma, hogyha állat lehetnél, milyen állat lennél? Hát mondja a roma, hát figyelj, egy kígyó. Azt aztán kérdezi, hát azt aztán mi? Hát na figyelj, hason fekszek, az zsalok. Na értitek, hogy akkor is fekszik, de legalább megy. Na ugyanezért szeretem a scootert. Csak állok rajta, nyomok egy gombot és megyek előre. Tök kényelmes, gyors is, praktikus is. Nem is kell annyit lélegni rajta, mint biciklén. Főleg itt tűző napsütésbe. Fú. Milyen szép itt minden. Mi ez a hölgy is, milyen szép mosolya van.